Na sziasztok, üdvözöllek titeket az újabb videóban. Itt vagyunk a garázsnál. És úgy néz ki, hogy megint újabb őrültséget követtem el. Ugyanis vettem másfél darab Aprilia RS50-es motort kosárban. Másfél darab alatt azt értem, hogy egy komplett motor, ami összerakható, kicsit hiányos, blokkal mindennel, a másik motorból blokk, hűtő, kipufogó, ilyesmi alkatrészek hiányoznak, de többi része gondolom, hogy majdnem minden megvan. Úgyhogy, ha minden jól megy és minden sikerül, akkor két működő Aprilia RS50-est fogok belőlük összeépíteni. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor tartsatok velem a videóban. One, two, three, four! Na hát, és akkor kezdjük is az első sorozatnak az alanyával, az egyes számú Aprilia RS-sel. Nézzük meg gyorsan, hogy mit vettem, mert tegnap, amikor esett az eső, akkor nem nagyon tudtam átnézni. Őről a motorról lenne itt szó. A blokkja ugye nincs meg, vagyis megvan, csak lent van a pincébe szétszedve, majd későbbiekben őről is szót ejtünk. Ez egy kis picike gyorsasági motor, nagyon cuki, mert kisebb, mint a Yamaha, de jól néz ki. Eléggé viharvert állapotban van, főleg esztétikailag, meg működés szempontjából. Ami érdekessége, hogy a hátsó lengőkar az egy oldalú, tehát itt, ahogy látjátok, nincs lengőkar, hanem csak itt van. Kell neki majd valószínűleg egy új láncet mindenképp. Bár ahogy elnézem, ezek a fogak nem tűnnek olyan rossz állapotú, meg talán jó lesz ezzel a láncettel is maradhat. A féknyerekből hiányoznak a fékbetétek, tehát azt majd mindenképpen kell pótolni. Ugye a blokk hiányzik, lent van elrakva. Mint azt most vettem észre, volt benne egy akkumulátor, azt kivettem, és majd mindjárt megy haza, fölteszem töltőre. Ezektől a hiányosságoktól eltekintve a motor nagyjából egyben van. Még a CD-i is rajta van, illetve egy gyújtáskábel is pippával. Nagyon jó, lesz majd mit cserélni. Akkor a különolajzásos gázbóvda, ennek a különolajzás része lekötve, de amúgy a gázbóvda, gázszektor minden fönn van, ugyanúgy kuplunk. Mutatom a gázt is, hogy megvan. Első fék, ami fog is, visszőfokmérő, fordulatszemmérő, sebességmérő, visszajelzők, ezek mind megvannak, remélem, hogy működnek is, majd kiderül. Két visszapillantó tükör, ami ilyen frankó kibehajtogatható. Már is szukker. Van első lámpánk is, remélem, hogy megtalálom a két első indexet is, mert jó lenne, ha lenne. Ugye első fékről beszéltünk, hogy az fog is. A tárcsa kellően rozsdás, de majd pár fékezéstől kifehéredik. Itt előtalálunk rajta egy Pirelli gumit, amiről megállapítottam, hogy ez egy tubles gumi, tehát nincs benne gumibelső. Hátul egy mitás gumit találunk rajta, ami hát azt hiszem, hogy nem egy rossz márka.
Az oldal burkolatai is természetesen megvannak, majd lesz róluk szó, ha odaérünk a videónak arra a részére. Központi rugózás, mondjuk azt ki sem próbáltam, de majd ki lesz. Hátul hátsó lámpa, indexek, árvédő. Tehát elvileg majdnem minden megvan hozzá, hogy a motor működjön. Az eladója elmondása szerint projektnek indult, felújítása el lett kezdve, csak nem értek a projekt végére, és ezért került eladó sorba. Én meg szeretem az ilyen projekteket, meg a kihívásokat, úgyhogy hajrá! Úgyhogy akkor előrejáróban ennyit a motorról, majd most itt vagyom a garázsnál letakarva, és remélhetőleg egy maximum két héten belül működőképessé tudom tenni a blokkját, akkor majd beépítésre kerül, és akkor foglalkozunk a többi részével, ha már lesz blokk benne, akkor megnézzük, hogy még mi kell hozzá, hogy forgalomba részt vehessen a motor, de szerintem nem kell vele sok minden, hamar rendbe lehet tenni, a másik az kicsit keményebb dió lesz. Na, srácok, elérkezett a napja, szombat délután van, hogy összeszereljük a motort, mármint az Aprilia RS50-est, az elsőt. Ugye múltkor végigmentünk rajta és a tulajdonságain, és én már itt elő is készültem mindenféle csemegével, hogy össze lehessen szerelni. Megjött egy csomagban a blokkja, elhoztam a kipufogót, szerszámokat, alkatrészeket, ülést, mindent. Úgyhogy bontsuk is ki a blokkot, és nézzük meg, hogy mit rejt a csomag. Na, egy kis parkettát is kapunk. Lássatok csodát! AM5 blokk. Mondjuk annyiből lehetne AM6 is. Látszólag jó állapotú. Külön lehet húzni a karbiát Bovdennel, majd kicseréljük egy olyanra, amit tényleg jó. Ez a vízhűtőnek a csöve. Mondjuk ezt nem teljesen értem, hogy az Apriliánál miért kell így külön csövezni, de mindegy, majd bekerül. Az olajkivezetőn egy kis csavar van, azt majd eltávolítom. Jó nagy szívónyílás. Még rajta van a gyújtásnak a CD-je is, eredeti Ducati. Akkor látszólag egyben van a blokk, mondom, még a kis fogaskerék is rajta van, pedig hoztam magammal. Még ebben van egy pár száz kilométer, úgyhogy ezzel lesz föltéve. Na, így, hogy körbenéztük, akkor rakjuk fel, még gyertyát is kapunk bele. Nagyon jó. Na, de ne húzzuk tényleg egymás idegeit, hanem rakjuk fel, mert már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Na, amint látjátok, helyére tettem a blokkot. Megszívtam vele, mert itt volt egy utólagosan felhegesztett blokktartó, ami most nincs itt, majd meg kell hegeszteni rendesen a helyére, mert ugye azért nem tudtam betenni a blokkot, mert ott volt, szarul volt megcsinálva, de a másik két blokktartó csavarral frankon fönn van a helyén, úgyhogy köthetjük vissza a hűtéscsöveket, meg a benzinrendszert, és akkor igazából próbaindítást csinálhatunk vele. Ja, meg a karbit is visszatettem. Arról nem csináltam külön videót. Na hát nem ment a kamera, meg nem videóztam, de haladtam ugye a dologgal, a nevezzük dolognak, az Apriliát. Haladtam az Apriliával. Bekötöttem a váltót, a kuplungot, és akkor most beindítjuk és kipróbáljuk, hogy jó lesz-e. Ja, meg kapott egy tankot, benzincsövet, benzincsapot, úgyhogy megpróbáljuk, beindítjuk, és akkor kipróbáljuk, hogy hogy lehet vele menni. Oké. Okay. Na, akkor beindítjuk, megpróbáljuk beindítani.
50-50-asnak. Gyönindító majd kell, vagyis a gyönindító relé majd kell vele, mert az nem működik. Na, embriók, fejlemények vannak az Apriliával kapcsolatban, ugyanis most nekiálltam egy kicsit átnézni az elektromos rendszerét, hogy vajon miért nem jó az az önindító, meg miért nem ad semmi életjelet az elektromosság. Hát meg is találtam, hogy mi volt a hiba. Így kell bekötni a bika kábelt, ez a három kábel megy rá az akkumulátorra majd, hogyha kap egy új akkumulátort, test, illetve a két pozitív az az egyik a motoré, a másik az önindítója. Itt van a bika akkumulátor, addig. És akkor a gyújtás kapcsoló, bevesszük most a gyújtást, akkor nem csinál semmit. Ha ráadom a gyújtást, akkor dudál. Illetve, hogyha nyomok neki egy indexet, akkor szépen pislákol a hátsó index. Mindkét oldalra, ami eléggé bizalomgerjesztő. És hogyha ne adj Isten, nyomok neki egy tartot, akkor szépen indítózik. Úgyhogy most, hogy ez megvan, foglalkozhatunk kicsit a karburátorral, mert tegnap szerintem azért állt meg, mert a karburátora nagyon retkes zsuvás, és amúgy is kell rá egy tákolt légszűrő, mert légszűrő nélkül nem egészséges használni, úgyhogy félreteszem a motort, és foglalkozzunk a karbival. Itt is van a karburátorunk, ez egy picike kis Dell'Orto karburátor, itt írja Dell'Orto SHA1412. Ilyennel még sose volt dolgom, de nagyon emlékeztet engem a Babettának a Yikoff karburátorára, ami itt van. Ugye erre is egy hasonló dolognak kéne fölkerülnie, csak ha jól láttam, menettel lehet rögzíteni, vagy bilincsel. Igen, itt alul jobban látszik, ha a telefon ráfókuszál, hogy ott bizony arra menettel kéne rögzíteni valamit. Na, először is szétkapom, megpucolom, és utána valamit kitalálunk rá. Na, így néz ki szétszedve a karburátorunk. Nagyon érdekes. Ez a kis szögletes Schubere van neki, és ebben nincsen Schubertű, illetve ott van egy darab fuvóka, meg egy tűszelep, meg a stift, ami ugye az úszót tartja. Ez a Schuberháznak a teteje, és ez pedig maga a karburátornak a háza, ide megy bele a Schuber, ha belenéztek. Itt ez pedig alulról, itt van neki egy levegőztetője, szellőzője, ami ott jön ki, és itt szívja ugye be a levegőt, itt van neki egy ilyen folytószelepnek nevezzem, vagy minek, gondolom ez a szivatója, hogy itt ha le van zárva, akkor kisebb keresztmetszeten megy a levegő. Hasonlóan, mint a Babettánál. Ott azon a kis lukon nem tudom, hogy mit szív, lehet, hogy pont azon szívja az alapjáratnak a levegőjét. Semmi állító csavart nem látunk rajta, de ott van egy darab. De hogy az vajon hogyan állít, az egy jó kérdés. Ha ott van annak a csavarnak a vége, akkor ez magát a Schubert állítja. Na, adunk neki egy kis pucolást, aztán összerakjuk. Összerakás után megmehet majd vissza a motorra, és megnézzük, hogy beindul-e vele. Na, még közben levettem róla ezt a kis fekete sapkát, amire ugye a benzincső megy rá, mivel az alatt van egy kis szűrő. Ugye itt most a szűrőt nem látjátok, ezt közben kitisztítottam és lefolyattam kompresszorral, meg belefolyattam a lukakba, ott a kis szűrő ott ázik egy kicsit.
De lényeg, hogy most már viszonylag tiszta a jószág. És akkor kiszedem a kis alkatrészeket, és mehet az összerakás. A kemény egy darab fúvókát visszatettem a helyére. Mellé a kis pici tűzszelepet, erre jön majd rá az úszó. Kis tifttel visszaraktam a helyére, úgyhogy most már csak a tetejét kell rá, vagyis az alját kell rápattintani, meg összerakni a súbert. Na hát ennyi lett volna ennek a kis karbinak a kitakarítása, így néz ki összerakva, szép tiszta. Majd meglátjuk mindjárt, hogy fog motoron funkcionálni. Előtte még viszont kell neki ide applikálni egy légszűrőt, mert légszűrő nélkül ugye nem nagyon lehet vele menni. Hangsúlyozom nektek, még egyszer kihangsúlyozom, hogy ez egy ideiglenes megoldás lesz, mivel vasárnap délután semmilyen motoros bolt nincs nyitva, ahonnan tudnék venni egy normális légszűrőt. Házilag kell egyet rá tákolnom, hogy használható legyen, aztán majd, ha nyitva lesz a bolt, akkor elmegyek és veszek rá egy rendes légszűrőt, de addig ez lesz. Kivágtam egy kupaknak a belsejét, nem lett túl szép, majd egy kis szigetelőszalaggal körbetekerem, hogy ne szívjon falsot. És akkor ide kell majd valamit applikálni, ami majd a légszűrőszivacsot tartja. Ez a darab megmaradt csibedrót tökéletes lesz hozzá, nem fogja akadályoztatni ennek a szivatónak a működését se. És nem engedi, hogy a szivacs hozzáérjen magához a karburátorhoz, hanem eltartja tőle. Na most akkor vágjunk be ide egy darab szivacsot. Ez a fajta házi légszűrő, ezt már alkalmazom a 210-es babettán is. Majd csinálok róla videót a másik babettánál, hogy hogyan készítem el ahhoz. De ne menjünk ennyire előre, meg ne szaladjunk ennyire vele semmibe, hozom a szivacsot és kivágom. Oké, benne van a légszűrő szivacs. Most pedig jön az, hogy itt van ennek a doboznak a teteje. Ez ide szépen rá tud csusszanni. Úgy. Úgyhogy ezt elvágom a végétől, mondjuk úgy ennyire. És akkor ez lesz maga a légszűrő ház. Ide pedig kap egy lukat, hogy be tudja szívni a levegőt, vagy pedig ide az oldalára valahova teszek lukakat, ahol keresztül be tudja szívni. Na, így néz ki a helyén, hogyha felkerül, jó szorosan rázáródik, nem is kell neki szigetelőszalag. Akkor most egy pár lukat teszek ide az oldalára, és vihetjük a motorra kipróbálni. Na, itt vannak rajta a lyukak, mivel nem vastag ennek a festékes doboznak a fala, ezért meg simán egy csavarhúzóval átszurkáltam. Amúgy se találtam meg a fúrógépemet, majd meg kell keresni ebbe a nagy kupiba, de akkor vigyük is a garázshoz és próbáljuk fel a karburátort. Janón beigazolódott, amint halljátok, a motor kipucolt karburátorral pöcre indult, első gombnyomásra. Nagyon jó hangja van. Még a karbon kell hangolni, de jó lesz. Na, akkor elviszem gyorsan egy próbakörre, hogy megy a muzsika, hogy muzsikál a fertehet. Na srácok, technikai okot miatt itt ezt a videót el kell vágnom, mert túl hosszú lett volna ahhoz, hogy össze tudjam rakni és fel tudjam tölteni. Úgyhogy sajnos a videó másik felére várnotok kell. De ne csüggedjetek, nézzétek addig a régebbi videóimat, és a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!